az első gól, az egy beadás, és lementem a rövidre, és sikerült betalálni. A második újabb beadás, átvettem, és ismét betaláltam. Hát így történtek a gólok. A pálya egy kicsit megnehezítette a dolgunkat, de úgy érzem, átléptük ezt az akadályt is. Azt gondolom, hogy nem volt egyszerű mérkőzés, mert azért tudjuk a körülményeket itt, de azt gondolom, hogy nagyon felkészült volt az ellenfél is, és is próbáltunk felkészülni belőlük, és mindent megtett a csapat a győzelemért, ami azt gondolom, hogy teljesen megérdemelt volt, és lehetett volna nagyobb arányos, de azt gondolom, hogy amit kellett, azt kiadtuk magunkból, és ezzel megnyertünk a mérkőzést. Közöttük a pályával és az ellenféllel is egy harcos ellenféllel próbáltuk adatenni magunkat, maximálisan szerencsére sikerült győznünk. Úgy érzem, hogy a továbbítás nem forgott veszélyben, úgyhogy sikerült megszerezni a győzelmet. Helyenként jó játékkal, de felül tudtunk kerekedni az ellenfél játékosait. Szeretném megtartani ezt a szériát, hogy még nem kaptunk ki a bajnokságot. Szeretném, ha mi lennék az egyetlen csapat, aki ezt a szériát tartsa. Meglátjuk, hogy fog elsőn. Nem is a maximumot, de annyit pontodat tettünk, amivel tovább tudtunk jutni a következő körbe, és innentől már csak a videótól meccsre kell koncentrálnunk. Nyilván szeretnénk ott is ilyen sikeresen szerepelni, akár mint ma, úgyhogy 100%-ot kell ott is nyújtani, és mindent megtenni a győzelemért.